az élőlények úgy szólalnak meg, hogy a zeneileg oda jó. Most például itt mögöttem van egy kutyus, aki időnként beleszól, és tökéletesen blues frazeológiával, ugye ez egy megszólalással. Szerintem mindjárt válaszol, tehát rendesen beleugatott, érzi a blues-t. Got the blues, ezt szoktuk mondani, ugye ez a szakifejezés a zenészek körében. Egyszer egy barátom Santanát játszott egy presszóban Csanádapácán, vagy 25 évvel ezelőtt, és ott álltam és vártam a buszra, és egy fülemüle, amelyik este szokott itt csattogni, a periódusok, aztán a Black Magic Woman-t játszott, és abban vannak ilyen kis szünetek, és ő kihasználta, és ilyen szólókat nyomott. Egy az egybe, ott, igen, jött a visszaigazolás, hogy well, azt mondja, well. És valóban, zeneileg a dallamvilága is pontosan ott volt, hogy egy hihetetlen fúvola szólót nyomott. Szóltam az embereknek, hogy azt hitték, hogy hülye vagyok, hogy ilyen megszállott, hogy figyeljenek már oda, hát ez óriási. Vagyják, onnan jön ki a basszus, csak azt hallatszottak, és ráfújta a blues. Egy népdal forma, 12 ütemes periódus, ami 3-3-3-3 vers soros strófákra, 4x3 az 12, igaz? Tagolódik, úgy működik, hogy énekel valamit a versor elején az énekes, és utána jön rá egy kommentár, egy gitár hozzáfűzés. Aztán megint énekel, második sorban megint hozzáfűzés. Ez olyan, mint a prédikátor, mikor kiabál a kórusnak a templomba, és azok válaszolnak. Vagy a portékát áruló fekete árus, akinek válaszol a vevője, hogy az sok. Annál kevesebb ér. De nem. És akkor ezek mind zeneileg szólaltak meg annak idején. Kár, hogy nem tudunk egy ilyen filmet bemutatni, hogy hogy ment mondjuk a 1700-as, 1800-as évek elején a blues igazi születése ezekből a felelet válaszokból. Így működik a blues, hihetetlen egyszerű séma. Most hallgatjuk azt, hogy a lépések ritmusát felhasználva, hogy születik egy nagyon egyszerű blues. Slattyog az öreg haver, Gate Mouse Brown-nak hívják, kapuszájú Moore, nem Brown, hanem Moore, kapuszájú Moore, bugi-bugi, nem jót mondok, ne hagyd magad átvenni, 15-ös. Willie Dixon játsza, ő az egyik leghíresebb blues szerző, nagyon nagy forrás, Rolling Stones rengeteg számát dolgozta föl, Beatles-szel együtt, Kings-szel, az élen Walking the Blues, tehát ez a slattyogós blues. Zenéknek. Ugye az élet nehéz, szoktuk mondani, hogy kurva nehéz, bocsánat, veszik az élet, majd lemaszkoljátok a szöveget. Tehát a blues arra való, hogy lépj ki a hétköznapok nehézségéből. Először csak úgy ringatózva, lágyan, a rockzene majd ebben tovább megy egy kicsit, hogy nem ringatózva, nem rángatózva, ordítva, téboly szélén, megszabadulva a feszültségtől. Később a Sex Pistols föltalálja a pogózást, ami aztán már egészen keményen segít abban, hogy megszabaduljunk az agresszióinktól, a feszültségeinktől, néha életre menően is veszélyesen. De tulajdonképpen mind érthető, nagyjából mutatja a társadalmi szituációkat, hogy ki milyen túlvezérelt, nehezen kezelhető életszituációban él, azt szerint választja a zenéit, és ez nyilván kultúra kérdése is, hogy ki megy, ilyen magasra kapaszkodik a
hegycsúcsok felé, mert a zene bizony elérhető hegycsúcsokat jelent. Hál' Istennek nem olyan, mint a világ utazás, hogy úgyse jutok el Ausztráliába, úgyse jutok el Új-Zélandba, zenében el lehet mindenhova jutni. Ugyanúgy, mint hogy töltött káposztát minden este nagyon kellemetlen lenne fogyasztani, ezért néha egy kis gyümölcsöt, egy kis salátát, ezért kell a zenéket látogatni és minél többet megismerni. Na jöjjön akkor egy aranyos olyan blues, ami már megint a előszobája a rock'n'rollnak, My Babe ez a szám címe, Little Walter, a kis Walter egy fekete blues zenész mutatja a chicagói blues-t, ami már tulajdonképpen elektromos gitáros blues zene. Muddy Waters kezdte az elektromos gitár használatát a bluesban, és a többiek folytatták. És Stevie Ray Vaughan, akit mutattam, egy fehér texasi zenész, Isten nyugtassa, lezuhant a repülővel. Nem véletlenül mottóképpen mutattam, hogy egy fehér ember a 80-as években milyen tökéletes Jimi Hendrix után, és stációban vagyunk, milyen hatalmas magaslatokra, és milyen egyszerű, kélyes mámorokká tudja a blues zenét fokozni. Steve Ray Vaughan, ezt a nevet is tessék megjegyezni, aki az ilyesmit szereti. SRV a rövidítés, de ez most egy igazi eredeti blues lesz, mégpedig a 17-es track. My babe, oh yeah, she don't stand on cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand on cheating. She don't stand on that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she love me, my babe. But kiss and hug my babe, true little baby, my babe. És megérkeztünk. Itt kezdődik az igazi nagy történet. Ez csak előzmény volt. Mutatjuk azt, hogy a blues zenéből, az eredeti country bluesból, ez nem country zene, a vidéki blues, ez a legelső korszaka, amit az előbb mondtam, hogy egy gitárral slattyog a haver, és dalolja, hogy mi a téma. Ebből egy átétellel Angliába, ugye a rock zene története végig Amerika és Anglia vetélkedéséről szól, ezt látjuk a korszakokban, ezt mondjuk az egyetemekkel jobban majd kifejteni, aki esetleg a kurzusokra érkezik, szeptemberben majd ezekről lesz szó. Igaz, hogy most magyar rock történet következik, a negyedik fél éves anyagunk, két kredites vizsga, nagy a tülekedés. Két óra alatt megtelik a 300 fős jelentkezési felső határ, erre vagyok a legbüszkébb, hogy ilyen népszerű a gondolat, és látszik, hogy igazolja magát. Lesz ebből még tantárgy emberek. Lehet, hogy majd hivatkozunk arra, körös tartsán is egyetértett velem a hallgatóság. Aláírás gyűjtünk. Jöjjön akkor tehát az Animals együttes Eric Burdon énekessel, akik már angolok, Newcastle-ből jönnek, nem is Liverpoolból, majd itt a Beatles, hanem egy egyszerű iparvárosból összeállnak a srácok, és megérzik a blues-t. Egy egyszerű ballada, egy tradicionális blues melódia. The House of the Rising Sun, a felkelő napháza. Alapmű, mindenki ismeri, de ebben a változatban valószínűleg nem sokan, vagy senki. Ez most úgy szól először, mintha egy eredeti már indulhat is, a következő track. Ez már gitár, elektromos gitár, de mégis olyan, mintha egy country blues énekes énekelné, és egyszer csak beindul, fölfokozódik, és lesz belőle egy kemény blues. A country bluestól eljátsza a Chicago bluesig, hihetetlen shoutok, üvöltések szólalnak meg benne, érzelem kitörések, és utána megmutatjuk, hogy mi lesz a populáris változat, amit mindenki ismer, Schlager Rádiótól kezdve, meg hát a szülők bakelitjeiről, ami minden korosztálynak ugyanazt jelenti, egy himnusz, alapmű, amit szerintem kötelező bukás, ha valaki nem ismeri rock történetből. Tetek, mert most már érzem, hogy együtt vagyunk, és mutatom már is azt a változatot, ami világhírű sláger is lett annak idején. Itt már azért kellett hozzá egy Hammond orgona fölfedezése, ugye, mert nem csak gitárról szól a rockzene története, hanem a templomból, majd mindjárt oda is bemegyünk, a templomból a harmónium, majd a templomi orgona is megtetszik a feketéknek,
és ugyanígy a fehéreknek, akik a feketékre nagyon figyelnek, és akkor egyszer csak Ellen Price földolgozza a felkelő nap házát, és innentől borzongató, és még egyszer mondom, a világ legszebb szerelmes összebújós, vigyázni. Egy gyönyörű melódia, ez tényleg mindenkinek ugyanazt kell, hogy jelen. Jöhetnek a lányok is belépősre. Érdemes figyelni az érzelmi fokozást a blueszenészben, egyre magasabbra szenvedély és kitörés. Ez is egy sémája lesz a nagy balladáknak, a rockzene nagy alkotásainak. Hogy ebben nyugodtan egyetérthetünk, hogy alapművet hallgattunk. És még mindig nem mondtam el az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb eredetvidékét a rockzenéknek, a jazznek, egyáltalán a 20. századi könnyű zenének, meg ami azóta történt. Ez pedig egyetlen egy varázslatos szóval úgy nevezhető meg, hogy gospel. God spell, isteni varázslat, azt jelenti, és nem más, mint a templomi szertartás, amikor már nem a fehérek keresztény liturgiája szerint megy a dolog, hanem a feketék veszik át az ügyet. Ugyanaz a történet, ugyanúgy Bibliát mesélnek, ugyanúgy zsoltárokat énekelnek, csak a maguk módján bőgő, dob, harmónium, esetleg gitár, később teljes elektromos hangszerelés, és ott áll a kórus, azok a hihetetlen, hangú, csodálatos énekesek, akiknél Elvis Presleytől Whitney Houstonig akárki nagy lett a
rockzene, popzene történetében mindenki ott tartotta a szemét, vagy éppen ott rázta kislánykorában, vagy kisráckorában a lábát köztük, és ezt az ájulást, az extázisig, az elájulásig menő áhítatott bódulatot próbálta átvenni. Ezt tudja a gospel üzenni, és akkor hallgassunk egy ilyen felvételt, ami a vérbeli, legjavabeli gospel mámort adja majd át a mai hallgatóságnak is. Luther Barnes együttese énekli, az én Istenem mindent meg tud tenni nekem. Ez a szám címe, és hát esetleg tapsolhatunk 2-4-et vele együtt, hogy mi is érezzük a helyünket ebben a liturgiában. És akkor eljutottunk a földről, vagy a pokolból, ugye, mert onnan indul a dolog, eljutottunk a mennyországba. A kettő dolog között történik meg a rockzene, és nagyjából ez a menetirány. A trágyadomban a legszebb virágok nőnek, és ugyanígy megtermi minden zenekar, a legbrutálisabb rockerek, vegyük a Led Zeppelint, eljut a Stairway to Heavenig, a világ legszebb, legborzongatóbb, könnyeket fagasztó ballatájáig, vagy a Deep Purple, Child in Time-ja, vagy mit mondjak, a Nirvana gyönyörű balladáira, vagy éppen a Metallica, Nothing Else Matters szére gondolunk. Mindenki megalkotta a maga mennybéli halhatatlan művét. Ez a rockzene története, de még csak a kezdeteknél vagyunk. Hallgassuk a Godspell-t. How many of y'all believe that God can do anything but fail? Oh yeah. Well, I know he can. It's all right. Yeah. Would you like to sing a little bit of it? Yeah. All right. That's all right. Yeah. Come on, let's sing a little bit of it now. It's all right anyhow. Innentől már egy lépés a soulzene, az R&B a mai változatban minden mindennel összefügg. És eddig tartott az első kis blokk, sajnos ennyi fért bele ebbe a részbe, most viszont jön az igazán izgalmas rész. Hoztam néhány DVD-t, amiről képeket is kaphatunk az elmondottakról, illetve egy picit még tovább is pöccelhetünk. Ugyanis hát nagyon egyszerű a séma, azt mondtam, hogy blues. Abból, hogyha Muddy Waters, Willie Dixon, ahogy emlegettük, megritmizálják, meg elektrizálják a dolgot, elektrifikálják a dolgot, akkor lesz rhythm and blues, ez a másik nagyon fontos szó, Ray Charles, ugye? Csak egy nagyon ismert nevet mondjunk. És a rhythm and bluesból már csak egy szökkenés, és ott vagyunk a rock and rollnál. Másik oldalon a country, western, sime az ember a kis kacsafarkas frizurájával,
már is mutatom, 1973-ban vagyunk, amikor újra felfedezték, annak a kornak ez volt az egyik legnagyobb robbanása, kifulladt ugye a Beat korszak, most azt kihagyjuk, ugye Beatles, Rolling Stones, bár de sok jó zenén van itt, emberek. Az a baj, hogy nem tudom, hogy holnap még valahol keresünk valami helyet, mert annyira bennem van, ígértem is Erikának, csak még nem tudtam vele erről konzultálni, hogy akit érdekel, én képes vagyok bárhol, bármikor, akár ma 0-1-kor folytatni a dolgot, de hát nyilván ez nem ilyen egyéni akció kérdése. Egy kicsit beízelítettem, talán kedvet is ébresztettem azoknak, akik esetleg meg akarnak hívni más közösségekbe, iskolákba vagy művelődési házakba, hogy terjesszem ennek a kornak a kultúráját, vagy esetleg, ha valaki konkrétan kér valamelyik korszakot, akkor abból készül rá az ember zenével, beszéddel. Ennyit tudtam produkálni, és most pedig néhány nagy elődöt szeretnék bemutatni, akik az 50-es évek végén, közvetlenül a 60-as évek elején meghatározták a továbbiakat. Íme Bill Haley, először egy jól ismert, azt hiszem a See You Later Alligator, vagy a Razzle Dazzle, nem tudom melyik híres lágere, ekkor még élt, mint említettem, 81-ben meghalt. De itt még majdnem, hogy az eredeti formájában látjuk ezt a kedves öreg fickót, ahogy a Wembley stadion őrült fiataljai, mindenki együtt a módok, a rockerek, a régi 50-es évek, Jan Pecai ott vannak együtt a stadionban, egy full Wembley stadionban, és együtt van Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, őket szeretném bemutatni, a nagy elődök, akikért már áthajóztak a britek, és elrángatták őket, vagy a számaikat, azért, hogy megteremtsék a rockzenét, ami aztán később 10 éves korszakokra bontva először egy 60-as évek nagy beat robbanása, a brit invázió, úgy hívjuk, 70-es évek a progresszív korszak, amikor ketté válik az üzleti, a populáris zene, akkor már ugye a rágógumi zenétől kezdve egy csomó olyan dolog születik, ami abszolút biztos sikerre vagy, és sláger, olcsó, eladható, amúgy jól fizet. Vagy pedig a progresszív irányzatok, akik igenis művészetet, magas művészetet akarnak csinálni, szimfonikus zenekarokkal, lásd Deep Purple, koncertokat csinálnak, vagy a Keith Emersonék, ugye Emerson, Lake and Palmer, földolgozzák a klasszikusokat, Bachot vagy Bartókot és a többit, Mussorgszky, és a végtelenségig szaporítják az értékeit, és növelik halhatatlanná, klasszikussá a rockzenét. Ezt hívjuk úgy, hogy klasszikus rockzene. Ezt mindenkinek kötelezően kellene tudni ahhoz, hogy igazán tudja a mai zenéket is élvezni, az eredeteket, hogy mi honnan jön, mert mindent megírtak az 50-es, 60-as, 70-es években, ahogy mondtam. Hát persze azóta is írnak, de azért az már egy másik klasszikus kor lesz. Akkor jöjjön Bill Haley 1973-ból. Thank you.
ő maga a rock'n'roll, tehát a szülőatya Bill Haley, kacsafarok frizurával, most pedig megmutatom a kacsa lábon gitározó nagyóriást, aki talán a legnagyobb hatással volt a britekre. Őt úgy hívják, hogy Chuck Berry. Nem Chuck Norris, nem Chuck Károly, ő Chuck Berry. De hülye vicc volt. Hány ilyen poén megy az interneten, gondolom ez tetszik mindenkinek, pláne a Chuck Norris-os válogatás. Na most Chuck Berryről annyit kell tudni, hogy egy igazi rocker volt a maga életében, pedig még akkor nem úgy hívták, hogy rocker. Akkor még talán hipster, James Dean volt az a híres, rohanó életű filmszínész, sztár, aki az autóversenyzéssel, a rohanással, a száguldással kapcsolatos életét nagyon gyorsan elintézte, három filmet csinált, de ő volt a fiatalok bálványa, a semmibe rohanás, ha nem törődök a tekintéllyel, mindenkinek beolvasok a filmes szakmába, szinte féltek tőle, egy zseni volt, az Édentől keletre című filmnek ő volt a főszereplője. A beatnik, a hipster filozófia, jön az atomcsapás, úgyis az oroszok, a szovjetek ugye fenyegettek, mi meg azoktól féltünk, és a fiatalokat ugye arra ösztönözte, hogy ne törődj semmivel, csavarok, száguldozz, élvezd az életet. Ez a rock'n'roll érzés gyakorlatilag a mai napig is így van, mert elég jól érezhető ez a mai fiatalok egy körében is. Egy a dolog lényege, hogy ne olyan gyorsan szaladjunk el, és ne gyorsítsuk annyira föl, hogy esetleg a másik végét ne érjük meg. Hát ez a srác, akit úgy hívnak, hogy most már bácsi, vagy Chuck Berry, egy szekérderék olyan slágert adott, saját rhythm and blues jellegű szerzeményt, amit a Rolling Stones és a Beatles tett igazán híressé. Gondoljunk a Roll Over Beethoven, Essünk túl Beethoven, vagy a Rock and Roll Music, vagy a Rolling Stones Come On-ja és az összes többi, mind ismerősen csengene, ha végig tudnánk most játszani. Most őt magát mutassuk be, 73-as visszatérésekor a Wembley stadionban, és a kacsázó gitározás pedig nyilván tudja mindenki, az AC/DC együttes hatalmas, nem olyan nagy növésű, de amúgy igen hatalmas gitárosa. Angus barátunk vitte aztán külön hallhatatlanságra, csak ő már 20-40 métereket fél lábon szólózott így végig, de ezt is valaki neki kellett találni. Hát akkor Chuck Berry. Talán ennyi is
bemutatja őt. Annyit kell róla tud, Memphis Tennessee, ugye ez volt az egyik leghíresebb szerzeménye, teljesen cikibe énekelte ilyen diszonáns hangnemben. Ő egy nagyon rossz fiú volt, börtöntőtelék, verekedés, fiatal lányok megrontása. Ő írta a Sweet Little Sixteen című számot. Itt van, csak most nincs idő lejátszani. És a börtönből várták, hogy szabaduljon a rockerek, és vitték. Amikor Rolling Stones Amerikába ment, akkor ő várta az öltözőjükben Muddy Waters-el együtt, hogy beszélgessen a fiúkkal, mert azért érezte, hogy őt nagyon fölemelte ez a brit rock történet. És ő az, aki arra biztatta a fiatalokat, a számaiban megénekelte amerikai városai tájait, hogy vedd birtokodba az életedet. Ez egy nagyon fontos momentum, filozófiája a rock'n'rollnak. Úgy, mint ahogy Eddie Cochran a tínédzser szót bevezette, és a házi buli ideológusa lett, Come on everybody, énekelte. Az is fiatalon meghalt ilyen autóbalesetben szegény Angliában. Mellette megsántult egy zenész barátja, életre rokkant lett, és beleőrült abba, hogy a barátja ott meghalt. Rohanás, száguldozás, botrányok sora. És itt van egy nagyon kellemetlen fickó, állítólag az egyik legnagyszájúbb, legpofátlanabb rockzenész a szakmának, vagy a történelemnek. Úgy hívják, hogy Jerry Lee Lewis. Biztosan hallottatok róla. Ő az, aki a zongorával művelte azt, amit majd később a gitárosok, miszerint tört ez úszta, lábbal játszott rajta, leütötte benzinnel, aztán meggyújtotta, tehát egészen elmebeteg dolgokat próbált be. Annak idején úgy is hívták, hogy the killer, a gyilkos, volt neki 6 felesége, abból többek szerint 2-3-at ütött el lábalól. Tehát azért elég nehéz fiúk voltak ezek, ezt is úgy megmutatták a felnövekvő generációknak, hogy hát bizony nem olyan jó srácok ezek a rockerek, csak majd később úgy megjavulnak. Most már ilyen szolidabb formában adja elő magát, de azért még a cipőjével zongorázik, egy kicsit mutatja, hogy honnan indult. Hihetetlen lendületes a boogie-woogie zongorázást hozza, és hihetetlen gyorsan tudott akkordozni, így egyszerre ütötte, mintha topolna az akkordokat a zongorán. Tehát Jerry Lewis, ő volt az első hosszúhajú rocker, csak ő még hátra nyalta, aztán a többiek meg majd előre, meg oldalra. Kicsit se normális, azt ugye látjuk rajta, de igen nagy zenész, és rengeteg nagy melódia fűződik hozzá. Mondjuk ő nem a saját számaival lett igazán híres, hanem inkább az előadás módjával. És most jön egy rettenetes fenegyereke a rock történetnek, őt aztán már a magyarok is megénekelték, az Illés együttesnek volt egy ilyen híres száma, aminek az volt a refrénje meg a címe, hogy Little Richard énekel. Akkor itt van ő,
a bohóc herceg, a király, ő viselte először a király nevet, aztán majd Elvis, aztán nálunk is egy híres énekes, és hát Little Richard az első transvestita külsejű extra, ez is a botránykeltés, a figyelemfölkeltés nagyon fontos eszköze, hogy olyasmit csinálni, ami nem megengedett. Festette magát, 2-3 fodrász, sminkes járt vele koncertről koncertre, gospel kórusokban tanulta az éneklést, istenes ember volt, aztán elment a rock'n'rollba, néha aztán megint megtért, volt egyszer egy repülő esete, amikor kigyulladt az egyik, megállt az egyik hajtómű, és akkor mondják, hogy ilyenkor a zuhanó repülőben ritkán ülnek ateista emberek, ő is akkor úgy megtért, visszament megint prédikálni, Bibliát árulni, aztán megint visszajött, megint gospel. Egy nagyon ellentmondásos, hihetetlen kedélyes fickó, és egy olyan élekstílust hozott be, a boogie zenét, a kalipszót, mint a Chuck Berry is, a mambót, ezeket a latin zenéket is belekeverik, és a Lucille a leghíresebb slágere, ez a sikító fejhang, mindenben a nőiesség, a transvestita külső keveredése, hogy aztán olyan volt-e vagy nem volt olyan, azt most ne firtassuk, szerintem nem annyira ő még, később majd ezt is próbálgatják sokan. Tehát itt van Little Richard tupírozott hajával, maga a botrány, és ma már egész másképp nézzük, egy kedves fickó, aki hihetetlen sokat adott, és nagyon tudta a blues-t, és nagyon tudta a gospelt. Egy embert szeretnék még megmutatni ebből a fantasztikus koncertanyagból. Őt úgy hívták, hogy Bo Diddley. Őt ismerik talán a legkevésbé a maiak, azzal együtt, hogy hihetetlen sok nagyon-nagyon maradandó dallamos lágert adott. Ő fekete volt szintén, és arról volt nevezetes, hogy ilyen boci mintájú, milkás gitárokkal, általában szögletes, extra alakú gitárokkal jelent meg, és egy nagyon kedves aranyos bácsi. Ők tehát a rock nagy elődei, a nagy hősök, akiktől kezdve ugye Angliába tevődik át majd a hangsúly, de vissza tekintve Amerika bluesára. Aztán jönnek az ellencsapások majd, a hippie korszak ugye a 60-as években, ami egy új kultúrát jelent, egy New Age, egy vízöntőkor reménykedését, csodaszép történetekkel és nagyon keserves, fájdalmas tragédiákkal, ugye gondoljunk a Manson gyilkosságra, vagy a híres Altamonti Rolling Stones koncertre, ahol több ember meghalt, és aztán gyanúba keveredtek a rockerek és a fiatalok. Sok ellentmondás, sok keserves társadalmi dolog, ugye a 68-as diáklázadásokra gondoljunk, a Grosvenor téri tüntetésre, ahol ott halomba verték a fiatalokat a rendőrök, de egy nagyon jó visszatükröződése a mindenkori állapotoknak a rockzene, mint a Shakespeare, ahogy mondta, a művészet maga, mint egy tükröt tart az adott világnak. Akkor jöjjön Bo Diddley a maga kis tükrével, egy játékos, kedves öreg fickó itt már 73-ban. Thank you.
kérünk, a forgatókönyvben ez nem volt benne, de el kell, hogy fogadja, hogy a